Jó napot kívánok! Tegnap volt lehetőségünk mindannyiunknak meghallgatni a miniszterelnök évad nyitó évértékelő beszédét. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon tumultusos időszak volt az elmúlt pár hét. Ez azért volt, mert szomorú események történtek. Mi az LMP-ben nem örülünk annak, ami ebben a pár hétben történt. Mi azt gondoljuk, hogy ez szomorú események sorozata. Szomorú volt, ami miatt kibukkantak ezek az események, maga a kegyelem ténye tragikus, és bár politikai ellenfeleinknek a lemondásához vezetett, mégis az ország közbeszéde szempontjából szomorú volt ez az elmúlt pár nap. Mi azt gondoljuk, hogy megnyugvással kell a továbblépés irányába elindulnunk, és ehhez három dologra van szükség. Az első és talán legfájóbb az az, hogy végre bocsánatot kéne kérniük a hatalom birtokosainak az áldozatoktól. Ez nem történt meg egészen a mai napig, tegnap a miniszterelnök sem kért bocsánatot azoktól, akiket megalázott és áldozatai ennek a helyzetnek. A második, és ezt az egész ország várja, hogy végre el kéne valakinek mondani, hogy mi történt. El kéne végre mondania valakinek egy nagyon egyszerű kérdésre, egy nagyon egyszerű választ, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Egy ország várja erre a választ, és bár a miniszterelnök sok mindent mondott, ezt az egyet nem mondta el, a mi álláspontunk egyszerű, ameddig nem adnak a hatalom birtokosai választ erre a kérdésre, nem fogunk tudni tovább lépni. A harmadik pedig az, hogy a gyermekvédelem kérdését végre a plakátokról le kéne hozni a valóságba. Az LMP és én személyesen is több mint 9 éve követeljük rendkívül nagy rendszerességgel, hogy a szociális szektorban dolgozók, így a gyermekvédelemben dolgozók végre valódi megbecsülést kapjanak. Hiába minden gyermekvédelmi törvényszigorítás, hiába minden, hogyha garantált bérminimumot keresik azok az emberek, akik a gyermekvédelmet Magyarországon valójában végzik. Nagyon egyszerűen fogják tudni a választópolgárok megfigyelni, hogy komolyan gondolja-e a kormány az új gyermekvédelmi hévvel bejelentett intézkedéseket, figyeljék a pénz útját, ha a pénz a gyermekvédelmi dolgozókhoz megy, akkor ez az elkötelezettség valós, hogyha nem oda megy, akkor nem valós. Azt is gondoljuk, hogy a köztársasági elnök választás és az új köztársasági elnöknek a kinevezése, megnevezése egy olyan politikai helyzetet teremt, amiben nagyon könnyen tud a kormányzat hibázni. Hogyha ismételten a Fidesznek az egyik pártkatonáját fogják ebbe a pozícióba helyezni, akkor azt mutatják, hogy semmit sem tanultak az elmúlt időszakból. Az LMP azért kérte föl Hak Pétert, mert részben, hogyha ő lett volna a köztársasági elnök, akkor ez a súlyosan téves kegyelmi döntés nem történt volna meg, részben azért, mert olyan embert kerestünk, aki nem a mi emberünk, akiket szerintem egyikünk se ismert, aki itt van a teremben, én személyesen nem ismertem korábban, de megpróbálja, vagy tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Összességében tehát olyan emberre van szükség, aki legalább az ambícióját meg tudja annak jeleníteni, hogy a nemzet egységét jelenítse meg, és nem egy olyan emberre van szükség, akit Orbán Viktor alkalmasnak tart a Fidesz politikájának a képviseletére. A miniszterelnök a kegyelmi döntést követően a zöld politikáról beszélt, ezért most jön a megszólítatottság okán történő válaszadás. Hát azt kell mondjuk, hogy miniszterelnök úrnak a hozzáállása a zöld politikához az mondjuk egy színuszgörbeszerűen változik, kicsit kusza, néha össze-vissza, néha rendkívül önellentmondó. Pár évvel ezelőtt, pontosan 2 évvel ezelőtt az országgyűlésben azt mondta, hogy a zöld energia a legdrágább energia, ehhez képest most arról beszélt, hogy ő a zöld harcos. Emlékezzünk vissza, hogy egy korábbi fideszes államtitkár azt mondta, hogy azért nem lehet napenergiát telepíteni Magyarországon, mert éjjel nem süt a nap, most pedig arról beszélt, hogy a legtöbb napelemet ő telepíti. Ez azt mutatja, hogy valójában Orbán Viktor nem a zöld politika érdekli, hanem az érdekli, hogy sokat tudjon olyan dolgokat mondani, amit páran elhisznek. És akkor szeretném az első dologra felhívni a választópolgárok figyelmét. Sokat beszélt miniszterelnök úr a zöld politikáról, de itt is van egy kérdés, amire nem kaptunk választ körülbelül 15 éve. Miért tiltja a szélenergiát? Elmondott mindent, de erre nem adott választ. Nekünk az a félelmünk, hogy valójában azért tiltja a szélenergiát, mert ő személyesen rondának tartja. Én magabiztos vagyok abban, hogy a miniszterelnök úr sokra tartja a saját esztétikai értékítélő képességét, de mégis azért azt gondolom, hogy az ország energetikai kérdéseiről érdemes lenne ennél kicsit komolyabban beszélni.
A második miniszter van jelenleg, aki amúgy elvben támogatja a szélenergiát. Mindenféle dolgot mondtak, hogy majd így lesz, meg amúgy lesz, csak konkrétan nem épület sem. És akkor térjünk rá a másik témára, amit a miniszterelnök úr emlegetett, ez az akkumulátor gyarmatosítás kérdése. Figyeljük meg a beszédet, úgy beszélt erről, hogy nem mondta ki az akkumulátorgyár szót. Miért van ez? Azért van, mert mi LMP-sek jó munkát végeztük, mert a Fidesz elvesztette a társadalmi többséget amögött, hogy akkumulátorgyarmatot csináljon Magyarországból. Én alapvetően nem vagyok egy radikálisan fogalmazó típusú ember, de amit a vízről mondott a miniszterelnök, az olyan ordinári badarság, amit rég lehetett hallani Magyarországon. Nem szeretném visszaidézni azt a csasztuskát, vagy nem tudom mit mondott, mert ez ennél egy kicsit komolyabb dolog. Egyetlen egy tényre szeretném felhívni miniszterelnök úr figyelmét. A homokhátság 2020 óta félsivatag. Ez az a helyzet, amiben ő arról beszél, hogy a medencékbe több víz folyik be, mint amennyi ki. Arról hagyjunk is, hogy az akkumulátorgyárak nem folyóvizet, hanem édesvizet használnak, de mindenki, aki pontosan gondolkodik a magyar vízkészletről, tudja, hogy egyszer tudjuk elpazarolni, és utána nincs visszaút, és ez az elpazarlás most történik. A másik, amiről miniszterelnök úr nem annyira beszélt, az az, hogy mi történik az akkumulátorgyártással a gazdaságban. Itt az történik, hogy olyan gyárak, amelyek nem fizetnek közterhet, 1000 milliárdokat kapnak az önök zsebéből arra, hogy utána elszennyezzék a vizeinket, a levegőnket, és tönkretegyék a termőföldjüket. Mi idén sem fogjuk ezt hagyni, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy Magyarország ne legyen akkumulátorgyarmat. Miniszterelnök úr külpolitikai dolgokról is sokat mondott. Itt egy dolgot szeretnék kiemelni, ami nagyon fontos. Miniszterelnök úr megismételte azon állítását, hogy az Egyesült Államok elnök választásában az egyik oldalnak szurkol. Akkor várhatja el Magyarország, hogy ne szóljanak bele a saját belügyeibe, hogyha Magyarország nem szól bele más országok belügyeibe. Rendkívül káros Magyarországnak az, hogy egy egyelőre teljesen ismeretlen kimenetelű meccsben tétet tesz, majd utána, ha a másik nyer, panaszkodik, hogy bántják. Tehát miniszterelnök úr, mindenkinek vannak szimpátiái, nekem is vannak kedvenc énekeseim, meg vannak véleményem világpolitikai kérdésekről, de ha valaki egy országnak az irányításáért felelős, akkor a saját személyes álláspontját nem írhatja felül az, hogy utána kit mennyire szeret. Donald Trump egy olyan ember, akivel én nem értek egyet, de nekem az a véleményem, hogy ha nem fideszes kormány lenne, akkor annak Donald Trump-al kéne együttműködnie, mert ő lesz az Egyesült Államok elnöke, hogyha pedig fideszes kormány van, és Joe Biden-t újraválasztják, akkor velük kell együttműködni. Egyszerűen nincs olyan opció, hogy a magyar kormány pártpolitikai alapon válasszon az Egyesült Államokba, vagy bármilyen más országba. És még egy, ami a külpolitikán kívül fontos. Sokat beszélt arról, hogy mi rossz az Európai Unióban. A miniszterelnök azt mondta, hogy azért kell majd rászavazni meg az ő pártjára az európai parlamenti választáson, hogy új európai többség legyen. Egy kérdés merül föl. Ez az új európai többség megint éppen meg fogja szavazni azt a vezetést, amit előraknak? Azért, hogy utána 3 év múlva megint kiplakátolják azzal az országot, hogy rosszul csinálta. Olyan a miniszterelnök, mint az a párkapcsolat, ahol az ember mindig eldönti, hogy elhagyja a másikat, de a végén a vacsorára mindig visszatér. Az LMP állítása az, hogy vannak ügyek. Ez azt jelenti, hogy nem minden arról szól, hogy ki, mit, miről mondott, nem minden arról szól, hogy miért van az, hogy most már a legtöbb magyar ember nem tudja egyszerűen végignézni a híreket. Láttuk azt, hogy milyen nagy létszámú és amúgy felemelő tüntetés volt ezen a héten, és értjük annak az üzenetét, hogy ma a tartalomgyártók nagyobb tömeget tudnak megmozgatni, mint a legszélesebb körű ellenzéki összefogás. Értjük ennek a kiábrándultságnak az okát, és ezért nem is fogunk részt venni az ellenzéki pártok közös tüntetésén. Azért, mert ez a gyermekvédelem nem a mi ügyünk. A gyermekvédelem nem egy olyan ügy, ami arra jó, hogy az ellenzéki pártoknak a saját problémáit kiélje benne, hanem egy olyan ügy, amit tényleg a nemzeti konszenzus irányába kell emelni.
Mi szeretnénk azokat képviselni, akik csalódtak az ellenzékben, csalódtak a Fideszben és csalódtak a magyar politikában. Akiket nem érdekli a civilizációk folyamatos összecsapása, sem a köztársaságpártiak, sem a birodalom végső nagy ütközete, és ahogy előző beszédemben megígértem, azóta végigolvastam az interneten, miről szól a Star Wars. Mert az a helyzet, hogy a Csillagok háborúja tizedik része helyett olyan politikát szeretnének a magyar emberek, ahol a busz jár, ahol a járatokat nem ritkítják, hanem bővítik. Ez a mi politikai innovációnk, a sci-fi helyett a dokumentumfilm. Alapvetően tények vannak, ügyek, közügyek. Tudom, hogy az LMP sok olyan dolgot csinált, ami miatt egyesek azt gondolják, hogy nem érdemli meg a szavazatukat. Egyelőre nekik csak a figyelmüket szeretnénk kérni. A következő pár hónapban azt, ami valóban Magyarország közügyeiről szól, ennél a pártnál fogják megtalálni. Köszönöm szépen!